Idén nyáron sok turista látogat el a Vatikánban a hőséggel dacolva. Jövőre várhatóan 35 millió zarándok gyűlik össze a 2025-ös szentévre. A római katolikus hagyományban a szentév, vagy jubileum, a megbocsátás és az Istennel való megbékélés időszakát jelenti. Sok résztvevő számára ez a szentév átformáló lehet, elmélyíti a Krisztussal való egyesülést és megerősíti a hitet. Ez egy nagyon fontos esemény, különösen az zarándokok számára, akik Olaszországba érkeznek, és különösen ide, Rómába, a római katolikus egyház központjába. Valóban spirituális jelentősége van annak, hogy az ide érkező zarándokok átlépjenek a híres Szent Kapun, amelyet kifejezetten erre a történelmi eseményre nyitnak meg 25 évente. A Szent Kapu megnyitása arra hívja a keresztényeket, hogy átlépjenek a bűnből a kegyelembe. A jubileum honlapja szerint a bűnbocsánat megszerzéséhez a Rómában tartózkodó zarándokoknak el kell menniük a városban található négy nagy pápai bazilika közül legalább az egyikbe. A pápa 2022-ben levélben bízta meg a Vatikáni Evangelizációs Hivatalt a közelgő szent év megtervezésével. Egyik feladatuk közé tartozik az érkező zarándokok tájékoztatása, hogy a lehető leggyümölcsözőbb élményben lehessen részük. Ez a szent év. Nem számítottunk arra, hogy ennyien lesznek, különösen a fiatalok, akik folyamatosan több információt szeretnének az ifjúsági szent évről. Ez nagyon örvendetes, mert nem gondoltuk, hogy ennyi fiatal érdeklődik majd a részvétel iránt, és nem csak zarándokként, hanem önkéntesként vennének részt. Az Arkansas-i Egyetem hallgatója Jenna Cleefsaut szemtanúja volt a szent év előkészületeinek. Miután az elmúlt egy hónapot Rómában töltöttem, és láttam a szent év körüli izgalmat, az előkészületeket és mindent, ami történik, a kemény munkát, ami a szent év zökkenőmentes lebonyolításáért folyik, nagyon szeretnék majd visszajönni édesanyámmal és a családommal, hogy együtt ünnepelhessem velük a hitemet. De nem csak a katolikusok izgatottak a jövő évi jubileum miatt. Nem részesültem vallásos nevelésben, de nyilván azáltal, hogy Rómába jöttem, ami a katolikus vallás szíve, egyszerűen lehetetlen, hogy az embert ne inspirálja és ne érezze a kapcsolatot a katolicizmus tövező történelemmel. Ennek nagy része a közelgő szentévre való felkészülés. Az itt töltött egy hónapban nem csak az építkezések tűntek fel, hanem az emberek izgatottsága is. A helyiek lelkileg nagyon is készülnek a szentévre. Ez olyas valami, amiben az ember óhatatlanul bekapcsolódik, amikor itt van. Róma 2022-ben kezdett el készülni a szentévre, miután a pápa felszólította a várost, hogy készüljenek fel a zarándokok és turisták várható tömegére. Az egész belvárosban építkezések zajlanak. Többek között a Piazza Pia teret alakítják gyalogos baráttá. Ez a felújítás összeköti majd az angyalvárat a Szent Péter térrel. Emellett Ferenc pápa az idei évet az imádságnak szentelte, arra bátorítva a zarándokokat, hogy készüljenek fel lelkileg a közelgő szentévre. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy segítsünk és minden információt megadjunk, különösen a regisztráció során, ugyanis ahhoz, hogy valaki részt vehessen és zarándok lehessen, regisztrálnia kell a honlapunkon keresztül és kapnia kell egy QR kódot. Ez tehát egy új dolog ebben a szent évben. A 2025-ös szent év témája a remény zarándokai. A szent év kezdetét a Szent Péter Bazilika szent kapujának megnyitása jelzi majd idén szentestekor. Egy 500 éves hagyományt követő szertartás szerint. Ez lesz a nagyon is szükséges remény évének kezdete. A remény nem okoz csalódást, és bízunk benne, hogy ön, akár hívő, akár nem, csatlakozik majd a közelgő szent év megünnepléséhez.